Kilencedik állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt súlya alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Szent Lukács evangéliumából Jézus így szólt az őt vádlókhoz. Minden önmagával meghasonlott ország elpusztul, és ház házra omlik. Ha tehát a sátán meghasonlott volna magával, hogy állhatna fenn az országa? Aki nincs velem, az ellenem van, és aki nem gyűjt velem, az szétszór. Nem a bűn a legnagyobb rossz, hanem a bűn letagadása és természetének elfedése. Egyik legfőbb jellemzője a gonosznak, hogy rejtve marad szereti a névtelenséget. Ahogy nem viseli a fényt, úgy a tiszta beszéd is a pusztulását okozza. Jézusnak ebben a harmadik földre bukásában a nemes eszmék és fenkölt kifejezések állarcát felvevő gonosz működik. Hazug eredetétől fogva. Első lépésben szembeszáll a valósággal, lehazudja az igazat másodjára örömét leli a látszatokban, és lelkendezik a féligasságokat hirdetve. Végül pedig eléri, hogy a jó helyet cseréljen a rosszal. Ez már a bűn uralma. A hazugság fejedelme komoly csatákat nyert meg. A szavak már régen nem jelentik a tartalmukat, esetleg nem jelentenek semmit. Pedig a szavak az igazságért vannak, szóból vernek hidat két ember között. Isten szava, egyben Isten tette is. Hazudtunk, hazudtunk, hazudtunk. Kiáltott a világgá 1956-ban az önvált szavait a hangszóró. Majd ezzel a beismeréssel, ma ezzel a beismeréssel fogadhatjuk. Bevettük, elhittük, bedöltünk. És elesve harmadszor is felbukva nyom maga alá a kereszt. A hazugság rabságba kerget, az igazság szabaddá tesz. Jézus Krisztus, ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. Imádkozzunk. Urunk, te légy a mi igazságunk, te állj a szavaink mögött. Ne engedd, hogy a féligasságok útvesztőjében botorkáljunk. Óvj meg a zavaros gondolatoktól, védj meg az értelmetlen nagyképűségtől. Állíts őrséget a szívünk, a fülünk és a szánk elé. Ajándékozz nekünk megszabadító igazságodat. É.